rögtön jövök pályázat számtalan társadalmi, civil egyesület közreműködésével, önkormányzatoknak a támogatásával és a fővárosi önkormányzat, illetve a főpolgármesteri hivatalban a főépítész úr inicializálásával jött létre. Budapest nemrégiben készítette el a hosszútávú városfejlesztési stratégiáját. Ha úgy tetszik, annak az egyik megvalósítása ez a projekt, ami azt mutatja, hogy a város nem csak nagy infrastruktúrális beruházásokba, nagy építményekbe gondolkozik, hanem apró lépésekbe is. A Design Terminál szerepe ebben a kezdeményezésben nem kevesebb, mint az, hogy a kampány részévé tegye azokat a fiatalokat, azokat a fiatal vállalkozásokat, akik már letettek valamit az asztalra, akik már bizonyítottak. Őket helyezzük a kirakatba, és az ő példájukon keresztül próbáljuk meg inspirálni a jövőbeni vállalkozásokat, azokat a fiatal városlakókat, akik elsétálnak egy ilyen üzlethelység mellett, elolvassák ennek a néhány sikeres fiatalnak a történetét, és rájönnek, ráébrednek, hogy akár ők is lehetnek, akár az üzlethelység is lehet az ő saját sikertörténetüknek kiinduló pontja, akkor, hogyha összeszedik az ötleteiket, a bátorságukat. Azért örülünk neki, hogy belekerültünk ebbe a programba, mert mi tényleg úgy kezdtünk bele ebbe, hogy nem tudtuk, hogy sikerül, nem sikerül. Igazából csak bátorság és elszántság és kedv kellett hozzá, úgyhogy ha mi meg tudtuk csinálni, akkor bárki meg tudja csinálni. Rögtön jövök, programsorozat, egy hosszú távú megoldást szeretne találni. Nem csak az innovatív kezdővállalkozásokat szeretné elhelyezni, hanem az olyan társadalmi vagy alulról jövő közösségi innovációkat is, amire ma találunk példát, ötleteket, de nem találják meg a kapcsolódást a különböző önkormányzatokhoz. Olyan lehetőségeket kell biztosítanunk, amelyek újra vonzóvá teszik a belvárosi utcákat, újra egy közösségi térre alakítják ezeket, és megpróbáljuk egy picit a meglévő belvárosba helyezett plázák mellől elszippantani az érdeklődő közönséget. Azért fontos én szerintem a rögtön jövő kezdeményezés, mivel nagyon szeretjük a belvárost, és fontosnak tartjuk azt, hogy a belváros élettel teli legyen, és a nem használt ingatlanokat pörgős fiatal startupok kezdjék el használni. A Rögtön Jövök programnak keretében nem csak az innovatív kezdővállalkozásoknak szeretnénk megoldást találni, hanem az olyan alulról jövő társadalmi és közösségi, helyi közösségi kezdeményezéseknek is helyt adni, amik nem találnak helyet a városban. Tehát a cél az a város szempontjából, hogy ezek az üzletek élettel telítődjenek meg, és ez a program ezt kívánja elősegíteni hosszú távon is.